nagyon már nincsen semmi se hátra. Ébresszük ezt a szart, és mondjuk el neki, hogy megöltük az összes Great Lordot. Vagy nem tudom, minek nevezik ezeket. Ébredj már fel, tapos. Leszarom, haver. Csipked magad. Felébredél már, te fors. I am pleased. Is it something? Warp. Very well. Then stay still for a moment. Azt hiszem, megvan nekünk minden. Ami azt jelenti, hogy még azt hiszem, ma be fogjuk fejezni ezt a játékot. Azt hiszem, mindent megcsináltam. Ha nem, akkor meg én kérek elnézést. Na mindegy. Most lehet, hogy lepauzolom a játékot majd egy pillanatra. Mert mint ahogy mondtam, elképesztően kell pisilnem, szóval egy fél pillanat ember. Oké. Na lássuk csak. Le tudok ide pihenni. Offer souls to the Lord Vessel. Most már tűz is van bennem. Hűha. Én megkapok egy achievementet. Mindig menjünk át. Ki a faszom az ott? Ez csak egy szellem. Szellemek is őrzik ezt a helyet? Ez a hely kurva jól néz ki. Ez a hely kurva jó. Attól tartozkozzak, hogy ez itt a végjáték. Azt hiszem 3 vagy 4 fekete lovag őrzi ezt a helyet, akik respawnolnak, szóval... Reménykedjünk, hogy miatt még odaérek a kötkapunkhoz, össze tudok magamnak szerezni egy... hogy is hívják ott? Egy... Black Knight Shield-et. Nagyon örülnék neki. Én annak kifejezetten örülnek. Titanite Chunk. De szerintem ritka dropjuk a Black Knight Shield. Ez a hely itt kurva jól néz ki egyszerűen. Szerintem ez a legjobban kinéző hely az egész játékban. Na gyere, te rossz fiú. Reméltettem, megadod nekem, amit akarok. Komolyan már csak egy vágás lett volna. Ez a backstab, ez totál minden felesleges volt. Na, Red Titanite Chunk. Ez szerint az összes dobni fog valamilyen Titanite Chunkot, és a rare dropjuk lesz a Black Knight Shield. Hát jól van. Itt lehet, hogy valóban össze fogok majd még farmolni magamnak egy Black Knight Shieldet. Ezek a farmolós részek valószínűleg ki lesznek vágva. De hát még csak jussunk el. Oda, merre nekünk mennünk kell. Itt nagyon rossz lesz harcolni ezzel. Ki kéne csalogatni. Bár nem szúrásokkal meg tudom ölni szerintem. Vagy egy backstabbel. Vagy csak is szétvágom. Black Knight Shield végre, oké, akkor ebben nem lesz farmolás. És ezt a következő végjátásunkban akkor felfejlesztem. Ami, mint ahogy mondtam, valószínűleg streamekben lesz, ha csak nem akarjátok, hogy videókban legyenek. Lehet, hogy berakok majd egy szavazást a leírásban. Videótérjénben lehet, hogy térnék át a Dark Souls 2-re, de nem tudom, azért berakom a szavazást, inkább a inkább tűnöntsétek el. Na. Halott. Ez is még betalált. White Titanite.
Na. Lássuk csak. Mindjárt ott vagyunk a kötkapunál, izgulok emberek. Kurvára izgulok. Ez a játék annyira kurva jó. Try blocking, no shit Sherlock. Ez a játék annyira kurva jó, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas pont számomra. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok velem. Hát, hogy telélettel kellett volna mennem. Gwyn, Lord of Cinder. A parázs ura. Ha minden igaz, akkor Peri nélkül nehéz megölni a csávot. És nekem még csak nem is képes a fegyverem perizni, szóval... Szóval, ja. Szerintem itt én ezzel vagy sokat fogok szívni, vagy kurvára haza fog vágni. Ah, és ez ugyebár a szívet is jelenti. Hátra akartam, hogy gurú is ütülje. Ajajaj. Ó, oh, baszki, szerintem most megölt engem. Yep. Fejlesszük fel azt a Black Knight Shield-t, én azt mondom, aztán majd visszatérünk. Ja, de nincsenek lelkeim. Framtal szerintem tudok etetni egy-kettő dolgot. Ah, the Lord Vessel is satiated. Magnificent. You are the righteous successor to Gwyn. The new great lord. And I am King Seeker no more. Your acquaintance was an honor. I must admit, I am fond of you humans. May you enjoy serendipity. Megint ezzel kapcsolatban kell mondanom egy-kettő dolgot. Nem. Mit tudsz megenni? Valami olyan, ami nekem nem kell. És amiért sok lelket kapok. Black Knight, Halberd. Ezeket azért megtartom. Cool Lanternről nem lesz szükségem. Sanctus egész menően festett haver, de... Black Knight Shield? Black Iron? Oké. Okay. Armorok közül legyen már valami, amit el tudok adni. Aj. Kettő Mescob de Madoramban. Ezért 3000-et kapok, és igazából leszorom ezt így most el kell adnom elnézést. Ja, most mi ide szépen leülünk. Reinforced Weapon. És mi kell nekem ehhez? Twinkling Titanite. Oké, okay. Akkor sokkal több élet kell nekem. Akkor faszért léptem szintet, na mindegy. Nincs is elég lelkem ehhez. Oké, okay, ezt beszoptam. Nincsen egy nagy lélek sem erőd eszköztáromban. Mert a gyűrűknél nézem. Nincs egy nagy lelkem sem. Akkor úgy persze, hogy ez a Black Knight Shield, ez valóban New Game Plus-os lesz nekem. Akkor menjük. Második próbálkozás. Ilyen meló lesz, haver. Nem tudom, hogy átfussak-e most már a Black Knight-okon végül, és kettő backstab az egész. Na, egy kár, hogy nem tudtam összehozni ezt a Black Knight Shield-et. Nincsenek elég lelkeim hozzá. Se Titanite-om, Twinkling. De csak hadd szúrjálok csak le. Könnyítsük meg egymás dolgát. Ne rúgj, hanem ugorj rá. Ja, azt én csasztam ebben, a könnyű támadást nyomtam a heavy attack helyett. Be, hogyha megint megjelent, akkor kurvára nem lesznek nekem elég lelkeim. Na mindegy. Lehet, hogy ezeken fel... farmolom még a lelkeimet is. Szóval, ja, szerintem ezek a részek amúgy is ki lesznek vágva. Kettő Black Knight Shield Horn.
Mert a stabilitás az lehet, hogy soha nem lesz jobb. Ott egy item. Ezt észre se vettem. Black Knight cuccok. Mindjárt ott vagyok megint Lord Gwynnél. A parázs uránál. Most létszik nem én meg. És ezek mindig droppolnak, vagy mi? Elképzeltem. Na, újra itt vagyunk. Gwynnél. Előtte ezt uszozzunk fel. Menjünk el, második próbálkozás. Take two. Ja, ez Perry nélkül ez egy jó nehéz boss harc lesz. Aj, sajnos. És már most elkapott engem. Ki annyit nem sebez. Nagyon sokat sebez, de többre számítottam. Retrieval! Csak el akarok bújni és ezt uszozni akarok. Ja, így ezt egy csávot gondolom be lehet pagoltatni lényegében, hogy az oszlopok mellettem tudjak életet tölteni. A lényeg az, hogy ne kapjon el, azt nem szabad hagyni. Túl sokat vág, jó sok sztaminája van ennek a Gwynnek. Yep, ez így van. Ajajaj. Ez hibás húzás volt tőlem. Én is tudok ám szúrni, Jomi. Ahogy a te is. Ójjaj. Légy szíves, csak hagyj békén. Maradhatsz te az úr, én nem is akarok úr lenni igazából. Nehogy elkapjon engem. Az a legrosszabb. Kell megint maradjunk az oszlop. Ójjajaj. Lekapja a haver! Lord of Cinder. Na. Úgy né, ez eddig egész penge volt. Úgy né. Maradj csak az oszlop mögött. Mondom, maradj az oszlop mögött. Ezért nem kéne feltankolni, úgy szarrá tudnak kombozni engem a csávon. Körülbelül már csak kettő vágás lesz. Ne ugrándozzám! Rossz Gwyn! Rossz úr! Haha, megpróbált elkapni, pedig nem is voltam a közelében, be vagy baszva? És Gwyn ezennel halott. Második próbálkozásra szerintem nem is rossz. Na. Csak 30 000 lelkem van. Szerintem, hogy többet fogok kapni. Na, szóval a befejezésről nekem van egy-kettő szóval. Az a helyzet, hogy én a befejezését ismerem a játéknak. Szóval... 70 000 lélek még pluszban. Szóval... A játéknak kettő befejezése van. Egy... Oda megyek, meggyújtom a tüzet, újraindítom a... A fénykorát, azt hiszem, Age of... Nem, a tűzkorát, Age of Fire. Újraindítom, szóval egy olyan végtelen körbe fogunk keveredni, aztán megint... Én ezt át fogom venni lényegében Lord Gwynnek a helyét, hogyha jól értem a történetet.
utána, hát ezt még nagyon-nagyon régen utána néztem, amikor még mondom, nem gondoltam volna, hogy valaha játszani fogok ezzel a játékkal. Na szóval, át tudjuk venni Gwynnek a helyét, újraindítjuk a tűzkorát, az istenek élnek, bla 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 bla. És megint jönni fog majd valamikor egy csávó, és át fogja venni a mi helyünket, ez egy ilyen végtelen körforgás. Vagy hagyjuk, hogy kialudjon a fény, a tűz. Kimegyünk azon az ajtón. Vége lesz a tűz korának, meg végre vége lesz az örök körforgásnak. És eljön a sötétség koron, és én leszek a sötétségnek az uram. Lényegében mind a kettő rossz befejezés, szóval itt nincsen olyan, hogy jó vagy rossz befejezés, és... Én inkább vagyok egy sötét úr, mint hogy Gwynnek a helyre menjek, itt kurva unalmas lehet, szóval... Menjünk a pisába, haver. Nagyon helyes, haver. Én vagyok a sötétség uram. Úrnője. Ja, tudom, ez egy elég beszélyesen hangzik, hogy végre sötétség lesz az egész világon, de nem lényegében. Ezzel csak megszektem a körforgást, ami eléggé szar, mikor egy nagy körforgásban vannak a dolgok. De, mivel állítólag a Dark Souls 2 több száz évvel ezután játszódik, és ott még mindig a tűz korában vagyunk, ezek szerint az igaz befejezés az az, mikor feláldozom a testemet, és én leszek Gwynnek a helyén, és meggyújtom azt a tüzet. Szóval, ja, lehet, hogy azt kellett volna nyomnom, de nekem ez a befejezés sokkal kecsegtetőbb. Plusz örülök neki, hogy a Sütilia él, és virul, és ő a sötétség úrnője, szóval, ja. Én valószínűleg berakok majd egy szavazást a leírásban, csekkoljátok le, hogy akarjátok-e, hogy YouTube-on nyomassam a New Game Plus-t, vagy inkább streamekben. Hogyha azt akarjátok, hogy streamekben nyomassam a New Game Plus-t, akkor YouTube-on elkezdem a Dark Souls 2-t. És, ja, akkor ezek szerint egyszerre a kettő Dark Souls-zal fogok játszani néha a streameken. Hát, illetve egyszerre a streameken, és egyszerre itt. A YouTube-on. Na mindegy, ez egy nagyon-nagyon jó játék volt, örülök neki, hogy végül nem maradtam annál, hogy soha nem játszok ezzel a játékot, mert egy időben valóban úgy voltam ezzel, hogy ez a játék tök jó, meg minden, de számomra túl nehéz. Aztán gondoltam, hogy nem fogok ezzel játszani, aztán végigvittem, haver majdnem 100-as szintű lettem, és a bosszokat megöltem legalább második-harmadik próbálkozáson. Legtöbb boss meg első próbálkozásra, miután már kicsit erősebb lettem természetesen, az elején meg szívtam, főleg a kaprodémonnál, meg az ilyeneknél. Meg ne felejtkezzünk el a Gaping Dragonról sem, szóval, ja, félig igaz, hogy jó voltam. Szerintem első végigjátszásnak ez kifejezetten jó volt. Van egy honlap, ahol meg lehet nézni a játékmentésed, hogy hányszor haltál meg. Megpróbálom megnézni, és akkor ezt berakom a videónak a végére, hogy meglássuk, hogy hányszor haltam. Erre én is kíváncsi vagyok, szóval... Ja, szerintem ez egy nagyon jó játék volt, sokan valamiért nem szeretik ezt a játékot, fogalmam sincs, hogy miért, szerintem kifejezetten. Lehet, hogy ez is, lehet, hogy azért is, mert ezt a játékot játszani kell ahhoz, hogy igazán eltérezd. Na mindegy, szerintem többet nem is tudok nagyon elmondani, szóvaskazok. Köszönöm, hogy néztetek, valószínűleg visz lehet New Game Plus-nál, vagy YouTube-on, vagy Twitch-en. Szóval most sajnos már nem tudom mondani, hogy visz lehet a következő részeknél, megint csak... Hogyha gondoljátok, akkor nyomjatok egy lájkot nyugodtan, nagyon sokat segítetek velem. Főleg, hogyha végignéztetek az egész végigjátszást, akkor ti vagytok az igazi, nagyon-nagyon jó főemberek, és hát akkor egy lájkkal akár meg is adományozhatok engem. Oké, de ennyit a lájkokról most, hogyha már esedeznék a lájkjaitokért. De ezt a dolgot teljes mértékben rátok bízom. Na mindegy, köszönöm, hogy néztetek ezt a végigjátszást, viszont a Dark Souls 2-nél plusz ennek a New Game Plus részénél, szóval... Viszlát, otoskodok! És sziasztok!